Pierre Bull, Híd a Kvály folyón. Előadja Szilágyi Tibor. Első rész. Nem, nem volt nevetséges, inkább megrendítő volt. Ő aztán méltón képviselte a nagy játék egész múltját. De hiszen épp a játékosság mozgatja meg a világot, és ezért ez mindent egybevéve tiszteletre méltó dolog. Azon kívül, ahogy mondani szokás, derékember volt. József Konrád. Egy. Az az áthidalhatatlan szakadék, amely egyesek szerint a nyugati és keleti lélek közt tátunk, talán csak káprázat szüleménye. Talán csak egy minden komoly alapot nélkülöző közhely megszokott kifejezése. Egy napon Felbukkant álnokul egy csípős megjegyzésben, de létét semmiféle alapigasság nem bizonyítja. Ebben a háborúban a látszat megóvása talán ugyanolyan parancsoló szükségszerűség, ugyanolyan létkérdés volt a britteknek, mint a japánoknak. Talán ugyanolyan kérlelhetetlenül és ellenállhatatlanul szabályozta Noha nem tudatosan az előbbiek minden mozdulatát, mint ahogy megszabta az utóbbiak és nyilván valamennyi népviselkedését? Talán a két ellenség látszólag ellentétes cselekedetei, ugyanannak a testetlen valóságnak eltérő, de jelentéktelen megnyilvánulásai voltak csak? Talán a japán ezredes szájtó gondolkodásmódja lényegében hasonló volt fogja Nikolson ezredeséhez. Ezeket a kérdéseket nem egyszer feltette magának Klipton orvos aki maga is hadifogoly volt, akár csak az 500 szerencsétlen, akiket a Kwai melletti táborba vezényeltek a japánok, és csak az a 60 ezer angol, ausztráliai, hollandi és amerikai, akiket számtalan csoportra osztva a világ legkevésbé civilizált zugában, burma és tájföld dzsungeljeiben gyűjtöttek össze, hogy vasutat építsenek a Bengálből, Bangkok és Szingapur között. Clipton néha igennel válaszolt önmagának, bár elismerte, hogy ez az álláspont magán viseli a paradoxon minden ismérvét, és szükségesé teszi, hogy az ember jócskán felülemelkedjék a látszólagos jelenségeken aki elsajátította, annak például semmiféle jelentőséget nem szabad tulajdonítania sem az ökölcsapásnak, sem a puskatusnak, sem a többi még veszélyesebb erőszakoskodásnak, amelyel a japán lélek kifejezte magát, sem annak a szilárd méltóságnak, amelyet Nikolson ezredes kedvenc fegyvereként használt a brit fölény bizonyítására. De Clipton csak azokban a percekben ragadtatta magát ilyen bírálatra, amikor parancsnoka viselkedésétől annyira dübegorult, hogy elméjének csak a végokok elvont és szenvedés kutatásában sikerült némi megnyugvást találnia. Ilyenkor változatlanul mindig arra a következtetésre jutott, hogy azoknak a jellemvonásoknak az összességét, amelyek Nikolson ezredes személyiségét alkották, ebben a tiszteletre méltó gyűjteményben ott szorongott egymás mellett a kötelességtudás, ragaszkodás az ősi erényekhez, a tisztelet a fegyelem bálványozása és a jól végzett munka öröme csak egyetlen szóval lehet elég tömören kifejezni, a sznopsággal. A lázas kutatásnak ezekben az időszakaiban sznobnak tartotta az ezredest, a katonai sznob tökéletes megtestesítőjének, Akit a kőkorszak óta tartó hosszas fejlődés lassan munkált és érlelt, a hagyomány pedig biztosította fajtájának fennmaradását. Clipton egyébként természeténél fogva tárgyilagos volt, és rendelkezett azzal a ritka adottsággal, hogy egy problémát különböző szempontokból tudott megvizsgálni. Miután végkövetkeztetése egy kicsit lecsillapította az elméjében dúló vihart, amely az ezredes magatartása miatt tört ki, egyszerre hajlamos lett az elnézésre, és kis hiány elérzékenülten ismerte fel parancsnok a kiváló erényét. Bevallotta magának, hogy ha ilyen egy sznob, akkor logikáját egy csepp lett meg sarkantyúzva, nyilvánvalóan kénytelen lesz ugyanebbe a kategóriába sorolni a legcsodálatosabb érzelmeket is, és a végén még az anyai szeretetben is a sznopság legkétségtelenebb meggyilvánulásait fedezi majd fel. A tisztelet, amelyet Nikolson ezredes a fegyelem iránt tanúsított, a múltban Ázsia és Afrika különböző vidékein vált hírhetté újra megerősítést nyert a Malájföld lerohanását követő 1942-es szingapúri katasztrófa alkalmából. Miután a főparancsnokság elrendelte a fegyverletételt, és ezredének néhány fiatal tisztje elhatározta, hogy kiút a tengerpartra, szerezett csónakot és elvitorlázik Holland-Indiába, Nikolson ezredes, bár tisztelettel adózott buszgalmuknak és bátorságuknak, minden még rendelkezésre álló eszközt latba vetett tervük ellen. Először megpróbálta meggyőzni őket. Elmagyarázta, hogy szándékuk határozottan ellentétben áll a kapott utasításokkal. A főparancsnok aláírta az egész malájföldre érvényes megadási okmányt, és ez alól nem vonhatja ki magát ő felsége egyetlen alattvalója sem. Ha nem akar, az engedelmesség megtagadásának bűnébe esni. Ami őt illeti, ő csak egyetlen lehetséges magatartást lát. Várni a színhelyen, amíg oda nem érkezik egy japán törstiszt, aki előtt leteheti a fegyvert a tisztjeivel együtt, és azzal a néhány száz katonával, aki túlélte az utolsó hetek mészállásait. Milyen példát mutatnak a legénységnek azok a parancsnokok, mondta, akik kivonják magukat kötelességük teljesítése alól érveit alátámasztotta a súlyos órákban átható élességűvé váló tekintete. Szeme olyan színű volt, mint az indiai óceán szélcsendes időben. Örökké nyugodt arca érzékenyen tükrözte lelkifurdalást nem ismerő lelkét. Vörösbe játszó szőke bajuszt viselt, mint a higgadt hősök, spirosposgás bőre egészséges szívről tanúskodott, amely hibátlan, Hatalmas és szabályos vérkeringést irányít. Clipton, aki az egész hadjárat alatt mellette volt, minden nap álmélkodva vette tudomásul, hogy csodálatos módon a szeme láttára ölt testet az indiai hadsereg brit tisztje, az a lény, akit mindeddig legendának vélt, és aki valódiságát olyan szélsőséges eszközökkel bizonyítja be, amelyek az elkeseredés és az ellágyulás fájdalmasan váltakozó válságait idézik elő benne. Clipton pártolta a fiatal tisztek ügyét, egyetértett velük, és ezt meg is mondta. Nékhazon ezredes súlyos szemrehányásokkal halmozta elérte s nem hallgatta el kínos meglepetését, hogy egy érett férfi, aki felelősség teljes beosztásban van, osztozik hígy velejű ifjoncok csalfa reményeiben, és olyan kalandos rögtönzésekre bíztatja őket, amelyekből soha semmi jó nem származhat. Miután kifejtette érveit, pontos és szigorú parancsokat adott. Valamennyi tiszt, altiszt és közlegény a helyszínen várja meg a japánok érkezését. A megadás nem az ő magánügyük. Semmiképpen sem kell azt érezniük, hogy megalázkodnak. Egyedül viseli az egész ezredre háruló teret. A tisztek többség ezt tudomásul is vette, mert nagy meggyőző erővel és nem csekély tekintéje rendelkezett, vitathatatlan személyes bátorsága pedig lehetetlenné tette, hogy kötelességérzeten kívül más indokokat tuladonítsanak viselkedésének. Némelyek mégis megszekték a tilalmat, és nekivágtak a dzsungelnek. Nikolzon ezedesnek ez komoly fájdalmat okozott. Szökevényeknek nyilvánította őket, s türelmetlenül várta a japánok megérkezését. E jelentős eseményre készülve komor és méltóság teljes szertartást tervelt ki. Némi töprengés után úgy határozott, hogy a fegyver letételre érkező ellenséges ezredesnek a derék viselt pisztolyt nyújtja át. E tárgy jelképezi majd, hogy aláveti magát a győztesnek. Ezt a mozdulatot többször is elpróbálta, és biztos volt benne, hogy könnyen leoldja majd a pisztolytokot. Legjobb egyenruháját öltötte magára, és gondos tisztálkodásra utasította embereit aztán felsorakoztatta őket, a puskákat gúlába rakatta, és ellenőrizte, hogy egyenes vonalban állnak-e. Elsőnek közkatonák érkeztek, akik a művelt világban ismert nyelvek közül egyet sem beszéltek. Nikolson ezredes meg sem boccant. Aztán egy altiszt jött egy terautóval, és intett az angoloknak, hogy rakják fel fegyvereiket a járműre. Az ezredes megtiltotta a csapatának, hogy megmozduljon. Magas rangú tisztet követelt. Tiszt sehol sem volt, sem alacsony, sem magas rangú, s a japánok nem értették, hogy mit kért tőlük. Übe gurultak. A katonák fenyegető magatartást tanúsítottak, és az altiszt reketten ordítozva mutogatott a gúlákra. Az ezredes megparancsolta az embereinek, hogy maradjanak a helyükön és meg nem mozduljanak képpisztolyokat szegeztek rájuk, és az ezredest kíméletlenül ide oda taszigálták. De ő megőrizte hidegvérét, és megismételte kérését. Az angolok nyugtalanul összenéztek, és Klipton már azon töprengett, vajon az elvekhez és a formákhoz ragaszkodó parancsnokuk, mindjájukat lemészároltatja-e, -e, amikor végre előbukkant egy japán tisztekkel megrakott gépkocsi. Az egyik tiszt őrnagyi rangjelzést viselt. Nikolson ezredes úgy döntött, hogy jobb hián ennek fogja megadni magát. Vigyázt vezényelt a csapatának. Ő maga előírásosan tisztelgett, majd lehúzta derék szíjáról a pisztolytokot, és nemes mozdulattal átnyújtotta. Az őrnagy, akit meghökkentett ez az ajándék, először hátraökölt, aztán a csavarba jött. Végül hosszas, durva röhögésben tört ki, s hamarosan társa is követték példáját. Nikolzan ezetes vállat vont, és gőgös arcot vágott. A katonáinak azonban megengedte, hogy felrakják a fegyvereket a terautor. Arra az időre, amelyet egy Szingapur melletti hatifogoly táborban töltöttek, Nikolson ezredes azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy a győztesek hebehúrja és rendetlen viselkedésével szemben fenntartsa az angol száz rendszerességet. Clipton, aki továbbra is mellette maradt, még ekkor is azon tűnődött, hogy áldja vagy átkozza. Hogy saját tekintével is megerősítse és szentesítse a japán utasításokat, kiadott egy sor parancsot, aminek következtében az egységhez tartozó katonák példásan viselkedtek és rosszul táplálkoztak. A looting, vagyis a konzervdobozok és más élelmiszerek organizálása, amit a többi ezredhez tartozó hadifoglyok, az őrök ellenére, sőt gyakran bűnrészességükkel, nem egyszer sikerrel űztek Szingapur lebombázott külvárosaiban, jól kiegészítette a sovány fejadagokat de Nikolson ezredes semmiképpen sem tűrte el a fosztogatást. Tisztjeivel előadásokat tartatott, és ilyenkor megbélyegezték az efféle méltatlan magatartást, és kifejtették, hogy az angol katonák csupán egyféleképpen tudnak tiszteletet ébreszteni ideiglenes legyőzőikben, példamutatóan kifogástalan magaviseletükkel ismétlődő motozásokkal még az őrségnél is alaposabban ellenőriztette, hogy alávetik-e magukat ennek a rendszabálynak. Az idegen országban tartózkodó katona kötelező becsületességéről szóló előadásokon kívül más terhes feladatokat is kirót embereire. Az ezredet ebben az időben nem halmozták el munkával, mert a japánok egyetlen komoly építkezésbe sem fogtak, Szingapur környékén. Az ezredes meg volt győződve róla, hogy a tétlenség árt a legénységnek, és minthogy tartott a katonai szellem hanyatlásától, tervet dolgozott ki a szabad idő felhasználására. Kötelezte a tisztjeit, hogy a szervezeti szabályzatból egész fejezeteket olvassanak fel, és magyarázzák meg a legénységnek. Kikérdeztette a katonákat az elhangzottakból, s utalomként aláírásával ellátott dicsérő oklevelet osztogatott. Természetesen a fegyelem oktatásáról sem feledkeztek meg ezeken a tanfolyamokon. Időnként hangsúlyozták, hogy az alárendeltek még a hadifogoly táborban is kötelesek tisztelegni feletteseinek. A közlegények tehát, akiknek ráadásul rangra való tekintet nélkül szalutálniuk kellett minden japánnak, állandóan kivoltak téve, ha megfeledkeztek a parancsról, egyrészt az őrök rúgásainak és puskatusának, másrészt az ezredes torgálásának és büntetéseinek, amelyek közül a legsúlyosabb az volt, hogy pihenő időben órák hosszat állniuk kell. Léptón, olykor csodálkozott rajta, hogy a katonák általában elfogadják ezt a spártai fegyelmet, és alávetik magukat egy olyan tekintének, ami egy semmiféle tényleges hatalom nem támogat, hiszen akitől ered, maga is ki van téve különböző durva zaklatásoknak. Azon tűnődött ilyenkor, hogy engedelmességüket az ezredes személye iránti tiszteletnek kellett tulajdonítani, vagy annak a kevés előnynek, amelyben az ő jó voltában részesülne. Mert az tagadhatatlan volt, hogy az ezredes hajthatatlanságával még a japánoktól is kicsikart bizonyos engedményeket. Fegyverként használta ellenük elfűségét, makacságát, azt a képességét, hogy mindaddig egyetlen egy meghatározott dologra tudta összpontosítani figyelmét, amíg el nem érte, amit akart továbbá a Genfi és Hágai egyezményeket tartalmazó Manual of Military lót, amelyet nyugodtan a japánok orra alá dugott, valahányszor megszegték ezt a nemzetközi kódexet. Fizikai bátorsága és az a körülmény, hogy semmibe vette a tetlegességeket, kétségtelenül nagymértékben mértékben hozzájárult tekintélyéhez. Több alkalommal, amikor a japánok áthágták a győztesek írott jogait, nem elégedett meg a tiltakozással. Személyesen is közbelépett. Egyszer egy különösképpen kegyetlen őr, aki jogtalan követelésekkel állt elő, durván megütötte. De az ügy az ezredes győzelmével végződött, s támadóját megbüntették. Ekkor megszigorított a saját rendszabályait, amelyek zsarnokibbak voltak, a japánok szeszélyeinél. Az a fő, mondta Kliptonnak, valahányszor ez magyarázgatni próbált, hogy a körülmények csak felhatalmazzák némi elnézése. Az a fő, hogy a fiúk érezzék. Még mindig mi parancsolunk nekik, és nem ezek a majmok. Amíg ez a gondolat élteti őket, katonák maradnak, nem válnak rabszolgává. A mindig pártatlan Klipton elismerte, hogy ezek észszerű szavak, és hogy ezredesének viselkedését mindig legjobb indulat sugalja. Kettő. A hadifoglyok most már úgy emlékeztek vissza a szingapúri táborban eltöltött hónapokra, mint a boldogság korszakára. És sóhajtozva emlegették, amikor Tájföldnek ezen a rideg vidékén felmérték jelenlegi helyzetüket hogy ideérjenek, előbb végtelen sokáig utaztak vasúton, és keresztül szelték egész Malájföldet, majd kimerítő menetelésre kényszerültek, miközben a klímától és a hiányos táplálkozástól elgyengülve, a viszontlátás reménye nélkül sorra elhagyogatták nyomorúságos felszerelésük legnehezebb és legértékesebb darabjait. A vasútvonal köré, amelyet építenőnek kellett, már is olyan legenda szövődött, ami nem töltött el őket optimizmussal. Nicholson ezredest és egységét valamivel később indították útnak, mint a többieket, és a munka már megkezdődött, mire tájföldre érkeztek. A kimerítő gyaloglás után az új japán hatóságokkal való első találkozás nem így érkezett bíztatónak. Szingapurban olyan katonákkal volt dolguk, akik a győzelem első máborának elmúltával a primitív kegyetlenség elég ritka kitöréseitől eltekintve nem zsarnokoskodtak jobban, mint a nyugati győztesek. Azok a tisztek, akiket a vasútvonal mentén elhelyezett szövetséges hadifoglyok parancsnokaiul jelöltek ki, látszólag egészen másképp gondolkoztak. Már az első pillantokban kegyetlen fegyőröknek bizonyultak, akikben megvolt minden hajlandóság, hogy szadista hóhérokká változzanak. Nikolson ezredest és ezrede megmaradt részét, amelyet még ekkor is büszkén sajátjának vallott, először egy hatalmas táborba irányították, ahol valamennyi menetoszlop pihenőt tartott. De a tábor egy részét állandó jelleggel elfoglalta már egy munkacsapat is. Így csak rövid ideig maradtak, de ez alatt meggyőződhettek róla, mit fognak követelni tőlük és milyen életkörülményeknek lesznek kitéve a munka bevégzéséig. Az itt dolgozó szerencsétlenek úgy robotoltak, mint az igásbarmok. A norma, amelyet egy-egy emberre kiszabtak, talán nem haladta meg egy erőteljes és jól táplált férfi erejét, de azokat a szánalmas, csontáfogyott lényeket, akik ké, alig két hónap leforgás alatt váltak, Hajnaltól késő estig, sőt, néha még az éjszaka első óráiban is a munkahelyükhöz láncolta. A szidalmak és az ütlegek, amelyek már a legkisebb mulasztáskor is csak úgy száporoztak hátukra, letörték és elcsüggesztették őket, és közben még szörnyű büntetések töröttek. Csíptont megrendítette testi állapotuk. Napi renden volt a sok fekély, a malária, a vérhas, a beriberi, és a tábor orvosa elárulta, hogy még sokkal súlyosabb ragályoktól is tart, de nem áll módjában elhárítani őket. A legelemi gyógyszerek közül sem rendelkezett, egyetlen egyes sem. Nikolson ezredes összevonta a szemöldökét, de nem tett megjegyzést. Nem volt a tábor gazdája, és bizonyos értelemben vendégnek tekintette magát. Az angol alezredes előtt, aki a japánok fennhatósága alatt felelős volt a táborért, csak egyszer adott hangot felháborodásának, amikor észrevette, hogy a tisztek, még az őrnagyok is pontosan ugyanolyan körülmények közt vesznek részt a munkában, mint a legénység, azaz napszámosként túrják és hordják a földet. Az alezredes lesütötte a szemét. Elmagyarázta, hogy minden tőle telhetőt megtette megaláztatás elkerülésére, csak a nyers erőszak előtt hajolt meg, hogy elhárítsa a megtorlást, amelyet mindannyian megszenvedtek volna. Kikozó ezredest ez láthatólag nem győzte meg. Megcsóválta a fejét, majd gőgös hallgatásba burkolózott. Két napig maradtak a gyűjtőtáborban, míg megkapták a japánoktól a kevés és silány útravalót, továbbá a madzaggal a derékra köthető háromszögletű durva szövetdarabokat, amelyeket a japánok munkaruháknak neveztek. Közben alkalmuk nyílt meghallgatni a tábornokot is, aki egy rögtönzött emelvényen feszítve kardal az oldalán és világos szürke kesztyűvel a kezén, tört angolsággal elmagyarázta nekik, hogy ő császári felsége akaratából, ő a főparastokuk, és hogy mit vár tőlük. Beszédét, amely több mint két óra hosszat tartott, keserves volt végighallgatni, mert legalább annyira sértette nemzeti önérzetüket, mint a szidalmak és az ütlegek kijelentette, mivel a kormányuk hazugságai vezették tévútra őket, a japánok nem haragszanak rájuk. Emberségesen fognak bánni velük, amíg zentlemenként viselkednek. Vagyis fenntartás nélkül és minden erejükkel támogatják a dél-ázsiai közös fellendülés övezetét. Mindjárt hálával tartoznak ő császári felségének, aki lehetőséget ad rá, hogy a vasútvonal építésével kivegyék részüket a közös munkából, és ezzel jóvá tegyék eltévejedésüket. A továbbiakban Jamasita elmagyarázta, hogy a közérdeket szem előtt tartva kénytelen szigorú fegyelmet bevezetni, és a legkisebb engedetlenséget sem tűrheti. A lustaság és a hanyagság bűnnek számít. Minden szökési kísérletet halálal büntetnek az angol tisztek felelősek embereik magatartásáért és a munkában tanúsított buzgalmukért. A betegség nem mentség, tette hozzá Jamasit a tábornok. Az észszerű munka rendkívül alkalmas rá, hogy jó kondícióban tartsa az embert, és a vérhas sem meri kikezdeni azt, aki napnap -nap után megteszi a magáét, hogy teljesítse a császár iránti kötelességét. Beszédét derűs szavakkal fejezte be, és ez végleg felbőszítette a hallgatóit. Dolgozatok vidáman és lendületesen, mondta. Ez a jelszava. Ez legyen mától fogva a tiétek is. Akik magukévá teszik, azoknak nem kell félniük sem tőlem, se a nagy japán hadsereg tiszteitől, akiknek oltalma alatt álltok. Ezután az alakulatok elváltak egymástól, Mindegyik útnak indult a számára kijelölt pályaszakasz felé. Nikolson ezredest és egységét a Kváj folyó melletti táborba irányították. Ez elég messzi volt, csak néhány mérföldnyire a burmai határtól. Szájtó ezredes volt a parancsnok. Három kellemetlen összetűzések tették emlékezetesi az első napokat a Kváj folyó melletti táborban, amelynek légköre kezdettől fogva ellenséges feszültségekkel telített volt. Az első nézeteltérést Szájtó ezredes hirdetménye váltotta ki, amely elrendelte, hogy a tisztek embereikkel együtt és velük azonos körülmények közt dolgozzanak. Ez udvarias, de határozott kiállásra késztette Nicholson ezedest, aki őszinte tárgyilagossággal fejtette ki álláspontját, és mondókáját azzal fejezte be, hogy a brit tisztek feladata nem a lapát és a csákány forgatása, hanem embereik irányítása. Szájtó a türelmetlenség minden jelenélkül hallgatta végig tiltakozását, amit az ezredes jó előjelnek itt. Aztán Elbocsátotta az angol parancstokot, és azt mondta, hogy fontolóra veszi a dolgot. Nikolson ezredes bizalontól eltelve tért vissza a nyomorúságos bambuszkunyhóba, amelyet Kliptonnal és két másik tisztel osztott meg. Itt saját gyönyörűségére elismételt néhányat azokból az érvekből, amelyekkel engedékenységre akarta bírni a Japánt. Valamennyit cáfolhatatlannak tartotta, de a következő tekintette a legmeggyőzőbbnek. Az a munkatöblet, amit néhány fizikai munkához nem szokott ember jelent, jóformán semmit sem számít. Az ösztönzés viszont, amit hivatott parancsnokok beosztása ad, szinte felbecsülhetetlen. A japánok érdekében és a munka jó elvégzése céljából sokkal kívánatosabb tehát, ha óvják a parancsnokok tekintélyét és hatalmát, csak hogy ez lehetetlen, amíg ugyanarra a feladatra kényszerítik őket, mint a legénységet. Az ezredes valósággal tűzbe jött, miközben ezt az elméletet a tisztjei előtt másodszor is kifejtette. Végül is igazam van, vagy nincs igazam? kérdezte Hughes örnagytól. Maga, aki gyárigazgató, el tudja képzelni, hogy egy ilyen vállalkozás megfelelően lebonyolítható, felelős parancsnokok nélkül? A végzetes hadjárat veszteségei folytán Kliptonon, az orvoson kívül már csak két tisztből állt a törskara. Szingapur óta is maga mellett tartotta őket, mert nagyra becsülte tanácsaikat, és állandóan szüksége volt rá, hogy határozat hozat el előtt a kollektíva bírálatának vesse alá elképzelését. Mind a kettő a tartalékos tisztek közül került ki. Az egyik Hughes őrnagy egy malájföldi bányavállalat igazgatója volt a polgári életben, amikor beosztották az ezredhez, Nikolson ezredes azonnal felismerte szervezői képességét. A másik Reeves százados, az indiai közmunkaügyi hivatal mérnökeként dolgozott a háború előtt. A mozgósításkor egy utász alakulathoz hívták be, de már az első ütközetben elszakadt az egységétől. Az ezredes befogadta, s őt is tanácsadóként osztotta be maga mellé. Szerette, ha szakértők veszik körül. Nem tartozott a fafejű katonák közé. Készségesen elismerte, hogy egyes polgári vállalatoknál akadnak olyan módszerek is, amelyek megikletik a hadsereget, s egyetlen alkalmat sem mulasztott el az okulástól. Egyformán becsülte a műszakiakat és a szervezőket. Kétségtelenül igaza van, szőr, felelte Hughes. Én is így vélem, mondta Reeves. Egy vasútvonal és egy híd építésén, azt hiszem, hogy egy híd építését is terbevették a Kváj folyón, nem szabad helyt adni, hebehúrgya rögtönzéseknek. Igaz, hiszen maga szakértő ezeknek a munkálatoknak. Álmodozott fennhangon az ezredes. Ha látják, zárta le a témát. Remélem, hogy sikerült egy kis józanságot pumpálnom annak a hígvelejűnek a fejébe. És ha a józanész nem használ, tette hozzá Kliptón a parancsnokára pillantva, még mindig itt van a Manual of Military Law meg a nemzetközi egyezmények. Igen, a nemzetközi egyezmények, helyesett Nikolszon ezredes. Ezeket a legközelebbi tárgyalásra tartogatom, ha ugyan szükség lesz rájuk. Clipton megjegyzésében volt egy árnyalatni, keserű irónia is, mert erősen tartott tőle, hogy a hivatkozás a józan észre nem használ. Amikor a dzsungelben megszakították az útjukat az egyik pihenőtáborban, fülébe jutott egy-két hír szájtó jelleméről. A józan volt, időnként hallgatott a józan és szavára, de a mértéktelenül ivott, állítólag a legundorítóbb vadállattá vedlett. Nikolzon ezredes annak az első napnak a délelőttjén tárgyalt vele, amelyet a hadifoglyoknak a tábor kidölt-bedölt barakjaiban való elszállásolására szántak. Szájtó ígéretéhez híven fontolóra vette a javaslatot. Miután gyanúsnak találta az angol tiszt ellenvetéseit, inni kezdett, hogy megvilágítsa elméjét. Fokozatosan meggyőzte magát, hogy az ezredes megengedhetetlenül megsértette, mert vitatárgyává tette a parancsait, és bizalmatlansága szinte észrevétlenül vad dühé változott. Valamivel napjukt előtt, mikor a haragja tetőpontjára hágott, elhatározta, hogy haladéktalanul megszilárdítja tekintét, és általános sorakozót rendelt. Ő is tervbe vette, hogy beszédet tart. Már első szavai után nyilvánvalóvá vált, hogy baljós felhők tornyosulnak a kváj folyó fölött. Gyűlölöm a briteket! Ezzel a fordulattal kezdte, amelyet a továbbiakban pont helyet használt az egyes mondatok közt. Elég jól beszélt angolul, mert valamikor a katonai attasé tisztét töltötte be egy brit országban, ahonnan részegeskedése miatt hívták vissza. Fegyőri funkciója, karrierje nyomorúságos végét jelentette. Előléptetésre nem számíthatott többé mivel nem vehetett részt a harcokban, megaláztatásának tudata áthatotta a hadifoglyok elleni gyűlöletét. – Gyűlölöm a briteket! – kezdte Szájtó ezredes. – Azért vagytok itt az én kizárólagos parancsnokságom alatt, hogy elvégezzetek bizonyos munkálatokat, amelyek szükségesek a nagy japán hadsereg győzelméhez. Egyszeres mindenkorra értésetekre akarom adni, hogy a legcsekélyebb vitát sem tűröm el a parancsaim fölött! Gyűlölöm a briteket! A tiltakozás első jelére rettenetesen meg fognak büntetni benneteket. A fegyelmet fenn kell tartani! Ha egyesek a maguk feje után akarnak menni, figyelmeztetem őket, hogy minnyájatok fölött, élet és halál ura vagyok. Hapozást nélkül! Élni fogok a jogaimmal! hogy megfelelően elvégezzétek a munkát, amelyet ő császári felsége rám bízott. Gyűlölem a briteket. Néhány hadifogoly halála nem fog meghatni. Ha mindjárt meghaltok, az se jelent semmit nekem. A nagy japán hadsereg törztisztjének. Egy asztalon állt, mint annak idején, Jamasita tábornok. Ő is szükségesnek tartotta, hogy egy pár világos szürke kesztyűt húzzon a kezére, és az ócska cipőt, amelyet délelőtt láttak rajta, fényes csizmával cserélje fel. A kardja természetesen ott lógott a derekás, ő minduntalan a markolatára csapott, hogy ezzel is hangsúlyozza a szavait, vagy hogy a végletekig felizgassa magát, s ne lohadjon, nélkülözhetetlennek érzett dühe. Groteszk volt, a feje ide-oda himpálózott, mint a bábuji. Részeg volt. Berúgott az európai szesztől, a rangumban és Szingapurban zsákmányolt viszkitől és konyaktól. Miközben ezt az idegtépő szöveget hallgatta, Kliptonnak eszébe jutott egy tanács, amelyet jó régen kapott egy barátjától, aki sokáig élt japánok közt a velük van dolga, soha se felejtse el, hogy ez a nép maradéktalanul hisz isteni eredetében. Miután azonban gondolkozott, egy kicsit rájött, hogy egyetlen nép sincs a földön, amely a legcsekélyebb két egy táplálná többé-kevésbé múltba vesző isteni származása felől. Ekkor más magyarázatot keresett erre a mogorva önhítségre. Hamarosan csak ugyan meggyőződött róla, hogy Szájtó egy egyetemes keleten és nyugaton egyaránt otthonos gondolkodásmódból merítette beszéde számos alapvető elemét. A japán tiszt pattogó frázisai közt könnyen felismerte a különböző hatásokat. A faigőgöt, a mádatot a rettegést, hogy nem veszik komolyan, és azt a bonyolult érzéskomplexust, amely arra kényszerítette a japán tisztet, hogy gyanakvó és nyugtalan tekintettel fürkészze az arcokat, mintha csak attól félne, hogy valahol mosolyt lát. Saito valamikor Britországban élt. Tudnia kellett, hogy ott milyen nevetségesen hatott néha a japán nagy képűség, és milyen tréfálkozásra adtak lehetőséget azok a szokások, amelyeket egy-egy nem rendelkező nép egy humorra ösztönösen fogékony másik néptől vett át. Kifejezéseinek és kusza mozdulatainak durvaságát viszont primitív vadsága maradványának kellett tulajdonítani. Kliptonon furcsa zavar vett erőt, amikor Fegyelemről hallotta beszélni, de ahogy elnézte Paprika Jancsihoz illő hadonászását, megnyugodva szögezte le, hogy mégis van valami, ami a nyugati világhoz tartozó gentleman mellett szól. Akkor is tud viselkedni, ha jól teleszobta magát pálinkával. A legénység előtt álló tisztek csendben hallgattak, a körülöttük felsorakozott őrök fenyegető magatartásukkal tanúsították, hogy átérzik parancsnokuk haragját. A foglyok ökköl beszorították kezüket és gondosan ügyeltek arcvonásaikra. Látszólagos érzéketlenségükkel Nikolzon ezredest utánozták, aki már eleve utasításba adta, hogy minden ellenséges megnyilvánulást nyugodtan és méltóság teljesen kell fogadni. A bevezetés után, amelynek a képzeletre kellett adnia, Szájtó rátért mondani valója lényegére. Hangja nyugodtabb, majdnem ünnepélyes lett, s hallgatósága egy pillanatig azt remélte, hogy értelmes szavakat fog hallani. Minnyáján figyeltek rá. Jól tudjátok, mi az a munka, amelybe ő császári felsége kegyeskedik bevonni a brit hadifoglyok. Arról van szó, hogy 400 mérföldnyi szakaszon a dzsungelen át össze kell kötni Tájföld és Burma fővárosát. Lehetővé kell tenni a japán szerelvények áthaladását, és meg kell nyitni a Bengáliába vezető utat a hadseregnek, amely az említett két országot felszabadította az európai sarnokság alól. Japánnak szüksége van erre a vasúton hogy folytassa diadalmenetét, meghódítsa Indiát, és gyorsan befejezze a háborút. Lényeges tehát, hogy a munka lehetőleg gyorsabban elkészüljön, mégpedig hat hónap alatt. Így rendelkezett ő császári felsége. Ez nektek is érdeketekben áll. A háború véget ér, hadseregünk védelme alatt talán ti is visszatérhettek otthonotokba. Szájtó ezredes még higgadtabb hangon folytatta, mintha végleg megszabadult volna a részegség kábulatától. Tudjátok-e végre mi a feladatotok, akik itt vagytok ebben a táborban a parancsnokságom alatt? Azért rendeltem sorakozót, hogy közöljön veletek, mindössze két kis vonalrészt kell megépítenetek, hogy meglegyen az összeköttetés a többi pályaszakosszal. De mi a legfontosabb? Hidat kell vernetek a kváj folyó, amelyet itt láttok magatok előtt. A híd építése lesz legfőbb feladatotok, és ez kiváltságos helyzetet biztosít nektek, mert az egész vasútvonalnak ez a legfontosabb rész. A munka kellemes lesz, ügyes embereket kíván, nem napszámosokat. Ráadásul abban a megtiszteltetésben részesültök majd, hogy a dél-ázsiai közös fellendülés övezetének úttörői közé számíthatjátok magatok. Ez megint olyan buzdítás, ami egy nyugatitól is származhatott volna, gondolta Klipton akarat ellenére. Szájtó egész felső testével előrehajolt, jobb kezét kardja markolatán nyugtatva, mozdulatlanul figyelte az első sorokat. A munkát műszaki szempontból természetesen egy szakképzett mérnök, egy japán mérnök fogja irányítani. A fegyelem tekintetében velem és alárendeltjeimen lesz dolgotok. Vezetőkben tehát nincs ilyen. Ezzel ismertettem is veletek azokat az okokat, amelyek miatt parancsot adtam rá, hogy a brit tisztek testvériesen megosszák a munkát a legénységgel. A jelenlegi körülmények közt nem tűrhetek meg felesleges szájakat. Remélem nem lesz szükség rá, hogy ezt a parancsot megismételjem. Ha másképp alakulna a helyzet, Szájtó minden átmenet nélkül újra dübe gorult, s esze veszette, hatalászni kezdett. Ha másképp alakulna a helyzet, erőszakot alkalmazok, gyűlelem a briteket. Ha szükséges, inkább minnyájatokat agyonlövetlek, de nem eltettek naplopókat. A betegség nem ok, hogy bárkit felmentsünk a munka alól. Egy beteg ember is képes témi erőfeszítésre. Ha kell, a hadifoglyok csontjaira építem a hidat, gyűlölem a briteket. A munka holnap hajnalban kezdődik. Ezen a helyen gyülekeztek sípszóra. A tisztek külön fognak sorakozni. Önálló munkacsapatot alakítanak, amelyre ugyanolyan feladat hárul, mint a többiekre ki fogják osztani a szerszámokat, és a japán mérnök megadja majd az utasításuk. Utolsó szavammal hadd idézzem emlékezetetek be, ma este jámasít a tábornok jelszavát. Dolgozzatok vidában és lendületesen! Ezt ne felejtjétek! Szajtó leszállt az emelvényről, és nagy léptekkel dühösen visszatért főadiszállására. Adi fogjuk, széthoszlottak, Sajtó szaggatott éke szólásának kínos emlékével indultak barakjaik felé. – Úgy látszik, nem értette meg ön, sőr. Azt hiszem, hogy a nemzetközi egyezményekre kell majd hivatkoznia, mondta Clipton nikolson eszetesnek, aki szótlanul és elgondolkozva ment mellette. – Én is azt hiszem, Clipton – felejtte komolyan az ezredes, és attól tartok, hogy nyugtalan időszaknak nézünk elébe. Négy Volt egy pillanat, amikor Klipton megrettent tőle, hogy a Nikolson ezredes megjósolta nyugtalan időszak nem fog soká tartani, és alig, hogy megkezdődik, már is szörnyű tragédiával ér véget. Mint orvos, ő volt az egyetlen tiszt, akit nem érintett közvetlenül a vita, minthogy már is súlyos feladatokat rót rá a, a sok rokkantnak a dzsungelben megtett rettetes utazás áldozatainak ápolása, őt nem osztották be munkára, de aggodalma csak nőttön nőtt, amikor a fellengzősen kórháznak keresztelt barakból, ahová már kora hajnalban bevonult, szemtanúja volt az első összecsapásnak még nem is szürkült, amikor sípszó és őrök kiáltozása ébresztette fel az embereket, akik rossz kedvűen és elcsigázottan gyülekeztek, mert a szúnyogok jó voltából nem tudták kipihenni magukat nyomorúságos fekhelyükön. A tisztek a kijelölt helyen sorakoztak. Nikolzon ezredes kellő időben pontos utasításokat adott neki. Bizonyságot kell tennünk jó akaratunkról, mondta, Feltéve, hogy ez összeegyeztethető becsületünkkel. Magam is ott leszek a gyülekezőhelyen. Magától értetődött, hogy csak eddig a pontig teljesítik Szájtó parancsait. Sokáig álltak mozdulatlanul a nyírkos hidegben, majd felkelt a nap, és megpillantották Szájtó ezredest, aki néhány alacsonyabb rangú tisztársaságában közeledett feléjük. Spár lépéssel megelőzte a munkálatok irányításával megbízott mérnököt. Mogorvának látszott, de arca felderült, amint megpillantotta a parancsnokuk mögött sorakozó brit tisztek csoportját. Egy szerszámokkal megrakott teherautó követte a táborvezetőjét. Mielőtt a mérnök a szétosztással foglaltoskodott, Nikolszor ezredes egy lépést tett előre, és kihallgatást kért szájtótól. A japán tekintete elkomorult. Egy szót sem szólt, de az ezredes úgy tett, mintha a hallgatása beleegyezés volna, és oda ment hozzá. Klipton nem tudta követni mozdulatait, mert csak a hátát látta. De egy pár pillanat múlva az ezredes helyet változtatott, arcéle láthatóvá vált, és az orvos észrevette, hogy egy könyvecskét dug a japán orra alá, és ujjával aláhúz egy szakaszt. Nyilvánvalóan a Manual of Military Law volt a kezében. Cajtó habozott. Clipton egy pillanatig arra gondolt, hogy az éjszaka talán jobb belátásra bírta, de hamarosan rádöbbent, hogy mindez csak híú remény volt. Esti beszéde után, még ha közben enyhült is haragja, Czájtó maga magatartását parancsolóan megszabta, a látszat megóvásának kötelezettsége. Arca blíborvöröste gyúlt, remélte, hogy sikerült lezárni az ügyet, s lám az eszedes makacskot. Ez a konokság egy szempillantás alatt újra felszította a hisztérikus haragját. Nikolzon eszedes halkan olvasott, újjával követte a sorokat, és nem vette észre a másik színváltozását. Kripton, aki nyomon követte a japán arcjátékát, már-már felkiáltott, hogy figyelmeztesse parancsnokát, de elkésett. Szájtó gyors mozdulattal földhöz csapta a könyvet, és pofon vágta az eszletest. Most már közvetlenül előtt állt, teste előre szeme kigúvott, és eszevezette hadonázva a japán és angol szitkok félelmetesen nevetséges egyvelegét zúdította rá. Nikolson helyzetes meglepődött, mert nem számított ilyen fordulatra, de megőrizte nyugalmát. Felvette a sárba hullt könyvet, kihúzta magát a japán előtt, akinél egy fejjel magasabb volt, és egyszerűen így szólt. Az adott helyzetben Saito ezedes, mint hogy a japán hatóságok nem veszik figyelembe a civilizált világban érvényes törvényeket, mi sem tartjuk többé kötelezőnek, a magunk számára, hogy engedelmeskedjünk. Nem marad más hátra, mint hogy közöljem önnel, milyen parancsot adtam. A tisztek nem fognak dolgozni. Miután ezt elmondta, ellenállás nélkül és szótanul tűrte el a második, még brutálisabb támadást. Szájtó, aki szemlátomást egészen elvesztette a fejét, rávetette magát, s egy állva öklével csépelt az arcát. A helyzet egyre romlott. Néhány angol tiszt kilépett a sorból, s fenyegető arccal közeledett. A legénység morogni kezdett. A japán altisztek rövid vezén szavakat ordítottak, a katonák készen létbe helyezték fegyverüket. Nikolson ezredes Megkért a tisztét, hogy térjenek vissza a helyükre, és megparancsolta a közlegényeknek, hogy maradjanak nyugton. Szájából folyt a vér, de megőrizte rendíthetetlen fölényét. Csajtó kifurlott. Pár lépést hátrált, és olyan mozdulatot tett, mintha elő akarná húzni a pisztolját. Aztán jobb belátásra tért. Tovább hátrált vészjóslóan nyugodt hangon néhány parancsot adott. A japán őrök körülvették a foglyokat, s az indulásra. A folyó menti munkahely felé terelték őket. Néhányan tiltakoztak, s már-már tétova kísérletet tettek az ellenállásra. Többen gondterheltekintettel tekintettel kérdőleg néztek Nikolson ezredesre, de az intett, hogy engedelmeskedjenek. Hamarosan eltűntek, és a brit tisztek ott maradtak a gyülekező helyen, szemtől szemben Szájtó ezredessel. Saito újra megszólalt, de olyan higgadt hangon, amelyet Klipton nyugtalanítónak talált. Nem is tévedett. Néhány katona eltávozott, és elhozta a tábor bejáratánál elhelyezett két képfegyvert. Szájtótól jobbra és balra állították fel őket. Klipton félelmét szörnyű aggodalom váltotta fel. Kórházának bambuszfala mögül nézte a jelenetet. Mögötte, mint egy negyven gennyes sebekkel borított szerencsétlen zsúfolódott össze. Néhányan oda az orvos mellé, hogy ők is lássanak. Egyikük tompán felkiáltott. Dok, ezt nem tehetik, ez lehetetlen. Ez a sárga majom nem meri, ugye, hogy nem? Az öreg még most is makacskodik. Clipton majdnem biztosra vette, hogy a sárga majom merni fogja. Az ezredesük mögött sorakozó tisztek többséges is osztotta nézetét. Szingapur elfoglalásakor több ízben sor került tömeges kivégzésekre. Szájtó láthatólag azért távolított el a legénységet, hogy nem maradjanak kellemetlen tanuk. Most angolul szólalt meg megparancsolta a tiszteknek, hogy fogjanak szerszámot és induljanak dolgozni. Újra felhangzott Nikolson eszletes hangja. Kielentette, hogy nem fognak engedelmeskedni. Senki nem mozdult. Sajtó újabb parancsot adott. Töltény hevedert fűztek be a képfegyverekbe, és csövüket a csoportra szegezték. Dok, Jajdult fel újra a klipton mellett álló katona. Dok, mondom, hogy az öreg nem fog engedni. Nem érti, miről van szó, tenni kell valamit. Ezek a szavak felrázták Kliptont, aki eddig úgy érezte, mintha megdermet volna. Nyilvánvaló volt, hogy az öreg nem érti a helyzetet. Nem tételezi fel, hogy Szájtó kitart elhatározása mellett. Sürgősen tenni kell valamit, ahogy a katona mondta, meg kell magyarázni neki, hogy nem áldozhat fel húsz embert merő makacságból és elfűségből, hogy sem a becsületén, sem a méltóságán nem esik csorba, ha ő is enged a nyers erőszaknak, mint a többiek a többi táborban. Szavak tódultak az ajkára, kirant a barakból, és oda kiáltott Szájtón. Várjon egy percet ezredes, én majd megmagyarázom neki! Nikolzan ezredes szigorú tekintetet vetett rá. Elég volt, Klipton. Nincs mit megbagyarázia nekem. Nagyon jól tudom, mit teszek. Az orvosnak egyébként nem volt ideje csatlakozni a csoporthoz. Két dör durván megragadta és lefogta. De hirtelen kirohanása szemlátomást gondolkodóba ejtette szajtót, akinek két támadtak. Klipton biztosra vette, hogy a többi japán úgy sem érti, és egy szuszra gyorsan oda kiáltotta neki. Figyelmeztetem ezredes, hogy tanúi voltunk az egész jelenetnek, én meg a kórház negyven betege, nem hivatkozhat kollektív lázadásra vagy szökési kísérletre. Ezzel kiátszott az utolsó, a veszélyes kártyát. A Saito ezek után még a japán hatóságok előtt sem igazolhatja a semmiképpen nem menthető kivégzést. Nem szabad brit tanúkat életbe hagynia. Vagy mind végig következetes marad, és az orvossal együtt az összes beteget lemészároltatja, vagy lemond a bosszúról? Klipton érezte, hogy egyelőre megnyerte a játszmát. Szájtó látszólag sokáig gondolkozott. Valójában fuldoklott a gyűlölettől és a vereség okozta megaláztatástól, de nem adott parancsot a tüzelésre. Egyébként, semmilyen parancsot sem adott a kezelőknek, akik ülve maradtak a beirányzott gépfegyverek mellett. Sokáig, nagyon sokáig maradtak ott, mert Szajtó nem tudott beletörődni, hogy szégyenben marad, ha parancsod ad a gépfegyverek visszavonására. Így töltötték a délelőtt nagy részét, és mozdulni sem mertek, míg csak ki nem ürült a gyülekezője. Ez a siker nagyon viszonylagos volt, és Klipton nem igen mert a lázadók sorsára gondolni. Azzal vigasztalta magát, hogy a legrosszabbat sikerült elhárítania. Az őrök a tábor börtöne felé terelték a tiszteket. Nikolson ezredest két koreai óriás, szájtó személyes testőrségének két katonája hurcolt el. Bevitték a japán ezredes irodájába, egy kis helységbe, ahonnan a hálószobája nyílt, ami lehetővé tette, hogy Saito gyakran rájárjon a SES készletére. A japán lassan követte fogját, és gondosan becsukta az ajtót. Clipton, akinek alapjában véve érző szíve volt, hamarosan összerezzent, mert ütlegek zaját hallotta. 5. Miután fél óra hosszat verték az ezredest, bezárták egy kunyóba, ahol nem volt se fekhely, se ülőhely. Ha tehát belefáradt az áldogálásba, kénytelen volt leheverni a földre, a nedves sárba. Egy cirke sózott ríst kapott enni, és figyelmeztette, hogy mindaddig ott marad, amíg nem hajlandó engedelmeskedni. Egy héten át nem látott más emberi arcot, csak a koreai őrét, egy gorilla képi vadállatét, aki saját felelősségére minden nap valamivel több sóval tetézte a rizsadagot. De az ezredes erőltetve evett belőle valamicskét, utána egyetlen hajtásra felhörpintette szűkös vízadagját, majd lefeküdt a földre, és megpróbálta semmi bevenni szenvedését. Nem hagyhatta el a celláját, amely hamarosan undorító pöcegödörré változott. A végén Kripton engedét kapott rá, hogy meglátogassa. Szájtó előzőleg magához hívatta, és egy gondterhelt zsarnok komor ábrázatával fogadta. A doktor kitalálta, hogy dű és nyugtalanság közt ingadozik, és ezt hideg motorával próbálja leplezni. Nem vagyok felelős azért, ami történik, mondtam. A Kváj folyón gyorsan fel kell építeni a hidat, és egy japán tiszt nem tűrheti az efféle packázást. Értesse meg vele, hogy nem fogok engedni. Mondja meg neki, hogy minden tiszt hasonló bánásmódban részesül az ő hibájából. Ha ez sem elég, a közkatonák is bűnhödni fognak makacságáért. Magát és betegeit mindeddig békén hagytam. Jóságomban még azt is tudomásul veszem, hogy mentesüljenek a munkaló. A kitart elhatározása mellett jóságomat gyönkességnek fogom minősíteni. E fenyegető szavak után elbocsátotta, és Kliptont bevezették a fogolyhoz. Először megrendült, és elborzott attól, hogy parancsnokát milyen körülmények közé kényszerítették – hogy az ezredes szervezete ilyen rövid idő alatt ennyire le leromlott. Alig hallható szava, mintha csak távol és folytott visszhangja lett volna azoknak az ellentmondást nem tűrő kijelentéseknek, amelyek még mindig ott csengtek az orvos fülében. De ez csak a látszat volt. Nikolson ezredes meggyőződése mit sem változott, és a szavak, amelyeket használt, ugyancsak változatlanok voltak, csak hangszínük módosult. Clipton, aki azzal az elhatározással kereste fel, hogy engedékenységre bírja, megértette, hogy semmiképpen sem tudja meggyőzni. Gyorsan közölte előre átgondolt érveit, aztán elhallgatott. Az ezredes még csak nem is vitatkozott, egyszerűen így szólt. Tolmácsolja a többieknek tántoríthatatlan elhatározásomat. Bármi történjék is, nem tűrhetem, hogy ezredem tisztjei napszámos munkát végezzenek. Amikor elhagyta a cellát, Klipton megint a csodálat és elkeseredés közt ingadozott. Zavaró kétség gyötörte, parancsnok a magatartása miatt. Nem tudta eldönteni, hogy hősként tisztelje, vagy félelmetes hülyének tartsa. S azon tűnődött, nem volna egy célszerű arra kérni az Úristent, hogy szólítsa mielőbb magához, és a vértanuk fénykoszorójával ékesítse ezt a veszedelmes bolondot, akinek viselkedése a legsúlyosabb katasztrófát zúdíthatja a Kváj folyó melletti táborra. Szájtó nagyjából igazat mondott. A mód, amelyben a többi tiszt részesült, alig volt emberségesebb, és a legénységének lépten nyomon az őrök kegyetlenkedéseitől kellett szenvednie. Távozás közben Klipton a betegét fenyegető veszélyekre gondolt. Szájtó nyilvánvalóan figyelte, mikor lép ki, mert oda hozzá, és őszinte aggodalommal kérdezte. Mit mondott? Józan volt, lehangoltnak látszott. Kripton megpróbálta felmérni, hogy az ezredes magatartása mennyit rontott a tekintélyén, de meggondolta magát, és elhatározta, hogy erélyes hangot üt meg. Hogy mit mondott? Nikolson ezredes nem enged az erőszaknak, a tisztjei sem. S figyelembe véve a bánásmódot, amelybe részesül, nem is tanácsoltam neki, hogy engedjen. Tiltakozott a megbüntetett foglyokra kényszerített életmód ellen, most már ő is a nemzetközi egyezményekre, majd az orvosi szempontokra, végül a legelemibb emberségre hivatkozott, sőt, kijelentette, hogy az ilyen kegyetlen bánásmód felér a gyilkossággal. Eves kirónásra számított, de nem ez történt. Szájtó mindössze annyit dünnyögött, hogy mindenről az ezredest tett, sírtelen távozott. Clipton ebben a pillanatban arra gondolt, hogy a japán lelke mélyén nem is igazán gonosz, és cselekedetei nagyon jól megmagyarázhatók az egymást erősítő kétféle félelemmel. Félelemmel a parancsnokaitól, akik bizonyára folyton szaklatják a híd miatt, és félelemmel az alárendeltjeitől, akik előtt szégyenben maradt, ha azt látják, hogy képtelen keresztül vinni akaratát általánosításra hajló természete arra indította Kliptont, hogy ebben a kettős rettegésben a feljebb valóktól és alárendeltektől való rettegés összegeződésében lássa az emberi nyomorúságok legfőbb forrását. Amikor megfogalmazta magában ezt a gondolatot, az az érzése támadt, hogy egyszer már olvasott valahol egy hasonló bölcsmondást, ez némi szellemi elégtétellel töltötte el, amely kicsit enyhítette felindultságát. Valamivel tovább fűzte gondolatai láncát, s a kórház küszöbén azzal a következtetéssel fejezte be elmélkedését, hogy a többi nyomruságot, valószínűleg a legszörnyűbbeket a világon, azok okozzák, akiknek nincsenek se feljebb valóik, se alárendeltjék. Szajtó bizonyára gondolkodott a történteken. A következő héten enyhített a fogoly sorsán, majd a hétvégén felkereste Nikolzont, és megkérdezte tőle, hajlandó-e végre gentleman módjára viselkedni. Nyugodtan, és azzal a szándékkal állított be hozzá, hogy belátására hivatkozik. De miután Nikolzon ezredes makacsul megtagadta, hogy egy már eldöntött kérdést megvitasson, a japánnak megint fejébe szállt a vér, és hamarosan olyan öröjöngő dübe gurult, hogy mázas sem maradt rajta a civilizációnak. Újra megverte az ezredest. A majomarcu kóreainak pedig szigorúan megparancsolt, hogy állítsa vissza az első napok embertelen bánásmódját. Szájtó még az ört is elpüfölte ha erőt vett rajta, düh nem bírt magával, stúlzott túlzott engedékenységgel vádolta a katonát. Eszeveszetten handabandázott a cellában, pisztolyával hadonászott, s azzal fenyegetőzött, hogy saját kezüleg végzi ki a börtönört és fogját, így állítja helyre a fegyelmet. Még Kliptont is megütötte, mikor az megpróbált megint közbelépni. A kórházból pedig kiparancsolt minden beteget a gilábra bírtálni kénytelenek voltak elvászorogni a munkahelyre, és építőanyagot cipelni, ha nem akarták, hogy halára korbácsolják őket. Néhány napon át terror uralkodott a Kváj folyó melletti táborban. Nikolzan ezredes fölényes hallgatással válaszolt a rossz bánásmódra. Szájtó lelke, mintha hol egy minden rémtetre hajlamos hajdmesterbe, hol egy aránylag emberséges Jekyll doktorba költözött volna. A rohamszerű kegyetlenkedések csillapultával a rendkívül enyhe bánásmód következett. Nikolson ezredesnek nem csak teljes fejadakot engedélyeztek, hanem pótlást is a tartalékból, amely elfben a betegeknek volt fenntartva. Klipton felhatalmazták, hogy látogassa meg és ápolja, sőt, Szájtó azt is közölte vele, hogy személyében teszi felelőssé az ezredes egészségért. Egy este Szájtó a szobájába rendelte fogját, és megparancsolta az őröknek, hogy távozzanak. Amikor kettesben maradtak, leültette, és egy doboz amerikai marhakonzervet, cigarettát, meg egy palack legjobb fajta viszkit vett elő a katona ládájából között az ezredessel, hogy mint katona mélységesen csodálja magatartását, de háború van, amiről egyikük sem tett. Az ezredesnek igazán meg kell értenie, hogy ő szájtó köteles engedelmeskedni parancsnokai utasításainak. Az utasítások pedig úgy szólnak, hogy a kváj folyó hídját gyorsan fel kell építeni. Ő tehát kénytelen felhasználni minden rendelkezés álló munkaerőt. Az ezredes visszautasította a marha a cigarettát meg a viszkit, de érdeklődve hallgatta a másik beszédét. Nyugodtan azt válaszolta, hogy Cajtónak fogalma sincs róla, hogyan kell egy ilyen jelentős munkát rendesen megszervezni. Újra felsorakoztatta régi érveit. Úgy látszott, hogy ennek a vitának soha sem lesz vége. Senki sem jósolhatta volna meg, hogy Szájtó hajlandó lesz-e végre észszerűen vitatkozni, vagy újabb örjöngési roham tör ki rajta. Sokáig hallgatott, mi a világmindenség valamely rejtélyes dimenziójában valószínűleg tovább folyt a vita. Az ezredes felhasználta az alkalmat, hogy közbeszúrjon egy kérdés. Megtudhatom-e öntől, Szájtó ezredes? Megvan -e elégedve az eddigi munkálatokkal? Ez az álnok kérdés könnyen a hisztériás rohamjavára billenthette volna a mérleget, mert a munkálatok nagyon rosszul haladtak, és Szájtó ezredesnek, akinek nem csak egyéni sorsa forgott kockán ebben a csatában, hanem a becsülete is, éppen ez volt az egyik legnagyobb gondja. Csak hogy Heidmesternek ezúttal nem adták meg a szót. Zavarba jött, lesütött a szemét, és érthetetlen választ mormolt. Aztán egy teli viszkis poharat nyomott a fogoly kezébe, magának is bőséges adagot töltött, és így szólt. Nézze, Nikolszon nem vagyok biztos benne, hogy jól értett Nem szabad, hogy félreértés maradjon között. Amikor azt mondtam, hogy minden tisztnek dolgoznia kell, egy percig sem gondoltam magára, a parastokukra. Utasításom csak a többiekre vonatkozott. Egyetlen tiszt sem fog dolgozni, jelentette ki az ezredes, és poharát visszatette az asztalra. Szájtó elnyomott egy türelmetlen mozdulatot, és igyekezett megőrizni nyugalmát. Az elmúlt napokban gondolkoztam a javaslatán, folytatta. Azt hiszem, hogy az őrnagyokat Administratív munkára oszthatnám be. Csak az alacsonyabb rangú tiszteknek kellene megfogniuk az eke is. Egyetlen tiszt sem fog fizikai munkát végezni, mondta Nikolzon eszedes. A tiszteknek az a dolguk, hogy az embereiket irányítsák. Szájtó képtelen volt továbbra is féken tartani indulatát. De ha az ezredes, amikor visszament a cellájába, Miután a kísértések, fenyegetések és ütlegek ellenére is sikerült sértetlenül megőriznie a hadállásait, meg volt győződve róla, hogy az ütközet kedvezően alakul, és az ellenség hamarosan leteszi a fegyvert.